Többek között fajátékokat, csuhébabákat, szőtteseket is láthattak azok, akik ellátogattak Romonyára. A Német Nemzetiségi Önkormányzat ugyanis családi napot szervezett a baranyai településen. A kézműveseket és népi iparművészeket munkaközben is megfigyelhették a résztvevők, sőt vásárolhattak is a portékából. Az alkotók mind a Kaptár Egyesület tagjai. Több helyszínen volt már a székhelye az egyesületnek, most az a jövő, hogy itt ebben a faluban, ezen a településen tudjuk a gyökeret verni, és megpróbálunk itt népi hagyományokra építve olyan kézműves mesterségeket bemutatni, ami még élő itt nálunk. A családok saját kezükkel is készíthettek különböző tárgyakat, a gyerekeknek pedig légvárral és vízifocival készültek a szervezők. Az egésznapos programok során az ebéd sem maradhatott ki. Az ízek magukért beszéltek, és a babgulyásból nem is maradt semmi. És itt vannak az állatmentőink is, akikkel is szoros kapcsolatot ápolunk, tehát eljönnek a rendezvényeinkre, kutyákat lehetett sétáltatni, és a gyerekeké ott a főszerep, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezen a családi nemzetiségi napon mindenki megtalálhatta azt, ami neki a legjobb. Mindezek mellett egy különlegességgel is gazdagodott a helyi német önkormányzat. Gál Erzsébet festőművész egy egész alakos családi képet ajándékozott a szervezőknek, amelynél fotókat is készíthettek a látogatók, de az alkotó más képeit is megcsodálhatták az érdeklődők.